Következő megálló, Haller utca, Soroksári út. A villamos nem közlekedik tovább. A közvágó híd felé a soroksári úti autóbuszokkal utazhatnak. Innen a kettes villamos csak a Jászai-Mari tér felé közlekedik. Köszönjük figyelmüket! Végállomás. Ez a végállomás. A villamos nem közlekedik tovább. A közvágó híd felé a soroksári úti autóbuszokkal utazhatnak. Innen a kettes villamos csak a Jászai-Mari tér felé közlekedik. Köszönjük figyelmüket! Sziasztok! Itt vagyunk a 24-es villamosnak az idegenes végállomásánál. Haller utca, Soroksári út. Egyébként a Haller utca és a Vaskapó utca között vagyunk. És egyébként ott van egy kúszóváltó, azt meg fogom majd mindjárt nézni, addig elsétálok, mert működés közben ilyet még szerintem nem filmeztem nektek soha. Itt áll a villamos, innen fog visszafordulni, és itt amiatt van vágányzár, mert hogy itt delta vágányt építenek, hogy a Jászai-Mari tér felé, és a Bonáros tér felé így át lehessen közvetlenül menni, mert ugye csak erre van vágány kapcsolat, most leszem erre is. Ezt meg fogjuk nézni. Akkor látjátok, ez az úgynevezett kúszóváltó. Így nem vágányzár volt, és megbontották a vágány kapcsolatot, hanem rászerelték ezt a szerkezetet, amin át tud menni a másik vágányra a villamos. Tehát ez ugye oda van csavarozva. Majd ha elmi a villamos, megnézem közelebbről is, de és most lefilmezem, hogy visszamegy a... Bár nem fog visszamenni, majd a szembejövő fog itt átmenni erre a vágányra. Ez itt egyenesen fog tovább menni, itt ezen a kúszóváltón. És ez azért jó, mert nem kell vágányzárban megbontani a pályát, hanem maximum egy óra szerintem, de lehet, hogy annyi se kell, amikor szünetel a forgalom az adott szakaszban, és akkor ezt be lehet építeni. Ezt idegenes vágányzáraknál szokták használni. De majd mindjárt meglátjuk üzemközben is. Hát nyilván csak lassabban lehet rajta átmenni, tehát szerintem ilyen 5-10-zel megy át rajta a villamos. Idéglenes állomás a másik oldalról, itt van a végállomás, és látszik ott a vágányok felszedve, és ugye, itt van az építkezés, és ott a sarkon az meg már a Soroksári, és ott épül a delta vágány. Viszont eddig is új sineket fognak letenni. Mint egyet, még a régieket felszedték, az új még nincs lent, de akkor ott a sarkon majd megnézem, hogy hogy állnak a munkálatok. Akkor látjátok, hogy az átjáróban még meghagyták a nyomvonalat, és itt viszont már az új nyomvonal épül.
Ahogy, hogy ugye ez volt, ami eddig is megvolt. Ugye a keresztezés, és itt a másik, de valószínűleg akkor a delta az még el se kezdődött, ugye még el se kezdték építeni. Viszont ezek a talpfák is érdekesek, tehát szerintem ezek azok a műanyagok, amiket már a 24-es meg a 28-as szakaszán is ott az Orci térnél leraktak. Két évvel ezelőtt arról is volt videóm, amikor ott volt Vágányzán. És szerintem, vagy lehet, hogy itt lesz majd a delta, vagy, de már szerintem logikusabb lenne, hogyha itt lenne valahol. De hát ennek még semmi nyoma nincsen. Akkor hol tervezik azt a deltát beépíteni? Szóval itt korábban is két vágány kanyarodott el a közvágó fele, és most az lenne gondolom a cél, hogy kettő elkanyarodjon emelre is, hogy itt errefele is át lehessen menet irányváltás nélkül menni. Viszont itt a kettes villamosnak a vágányát is felszedték, tehát az is csak a bodáros ijjel. De majd mindjárt ezt is meg fogom nézni. Arrafele a közvágói pótlóbusz van, és ráadásul ugye a H7-es héven is Vágányzál van, mert ott meg a kassai hidat építik, tehát ott láthattok egy H7-es pótlóbuszt is. És egyébként ezt hétköznap még ikaduszokkal is pótolták, akkor sajnos nem tudtam kijönni. Hát most meg ennyit láttok belőle, innen még fotót is fogok csinálni. Ja, látjátok, itt van a vágányok hűlthelye. Egészen a közvágóig úgy látom, hogy eltűntek. Ez érdekes. Szóval itt volt a megálló régen. És akkor, na most visszasétálok a Borárosig, és megnézem, hogy ott mi a helyzet, aztán majd a pótlóbusszal lemegyek itt. És én mondom, hogy a Csepeli hévet is pótolják, mert ott meg ott a Dunahídon, ott a Kassain, ott dolgoznak. Tehát ott a teljes van, ahol szintén pótlás van. Hát most ilyen volánbuszos Volvókat láttam, a úgynevezett mosógépeket, az MOS kezdetű rendszámúakat. Hát meglátjuk meg. Hát lemegyek a Borárosra, ott onnan indul az összes pótlójárat, majd megnézem, mik vannak. A közben már megint föltámadt a szél, de most a másik irányból fúj. És itt vannak a kibontott talpfák. Ott van a kibontott csinek, és itt van, ott vannak. Na nézzük, milyen állapotban vannak ezek a talpfák. Itt rohadnak már a beépítve jó pár évtizede, látszik is rajtuk. Itt valószínűleg itt is vagy, szerintem betonaljas lesz, vagy pedig ilyen műanyag. Hát nem talpfát, mert ugye vasbeton talpa sincsen, hát akkor de ezt mindenki hívják talpműanyagnak? Na mindegy, hát erre még nem hallottam más kifejezést, úgyhogy maradunk ennél, hogy talpműanyag. És itt vannak a kiszedett vágányok. És van jobb-rosszabb állapotú, lehet válogatni. Arrafele meg már ténylegesen munka van, sőt ott van a kettes villamos, de hát igazából addig jár el, tehát ott nagyjából az vakgyárig még, akkor ott valószínűleg idéglenes végállomás van. És ott a 263-as mosógép, mint H7-es pótló. És ezt nézzétek, a hidat is talpfákból azért támasztották alá, ez nagyon nagy. És itt van a nézés, és mondom, itt van a szaggyár, és nagyjából eddig jár a villamos. Látjátok, itt van az idéglenes végállomása a kettesnek, de innen is fordul majd vissza. És akkor itt van a idéglenes végállomás. És itt már betonaljas pályát bontottak ki. És jól látszik. És ott is egyszerűen átkötötték ide egy váltóval. Vagy na, szerintem nem volt itt korábban visszafogó váltó, én nem emlékszem rá, hogy lett volna, de attól még lehet, és akkor azt csak használták. A folyóvágányt megkiszedték, hát nem tudom. Így van. Hát akkor innestől kezdve meg már nincs a pálya felszedve. Viszont valami ott is van. Egy másik idéglenes végállomás lenne ott. Ez úgy érdekes. Én Borárosra még el fogok menni, és hévpótlókat megnézem, meg a villamospótlókat, meg az egyik kettes pótlóval. El fogok menni a közvágóig is.
megnézni, hogy ott mi a helyzet. Na közben meg, na, hogy föltámadt a szél, és na, hogy erre fúj, mert hova máshova is fújna, mint mindig szembe. Tudtok, és kialakítottak itt egy szükségleszálló helyet is. Nyilván, hogyha akkora forgalom van, hogy nem tud bemenni villamos, akkor ugye itt is meg tud állni, hogyha feltoldódnak, és akkor itt is le lehet szállni. Esetleg érdekes. És hát akkor innestől kezdve meg irány a Bodárosra. Villamos vágányon már nincs mit mutatni. Hát akkor ez a kis pótló videós, de az ennyire van, ha ott a felszálló hely most áll be az egyik évfordó. Ez ennyi lett volna, akkor megnéztük a villamos, meg a hívpótlást is. Úgyhogy akkor köszönjük, hogy megnéztétek, sziasztok!